Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Tovább folytatjuk itt a kalandozást a World of Warships-ben, és a mai nap alkalmával egy olyan dolog lesz, hogy tengeralattjáróval fogok menni egész nap. Arra gondoltam, hogy ezt a skillt is kell erősíteni egy picit, és hát ezért lesz ez. Illetve a srácok is velünk jönnek, nem más, mint Pikorokkó és Prímás. Sziasztok, srácok! Jó estét kívánok! És mivel úgy volt, hogy ma többen leszünk, egyelőre még csak hárman vagyunk, ezért hát aszimmetrikus csatákra vetemedünk, és szerintem lassan el is indulhatunk, mert úgy néz ki, hogy Fanny még nem jelentkezett be. Hát ez van. Ó, ja. Végül itt van a csapatban elvileg. Nincs. Csak meg lett hívva. Ja. Meg lett hívva, de valamiért nem. Nem fogott el, biztos AFK vagy valami. Hát ilyen van, kérem aláson, ilyen van. És egyébként azért jók ezek az aszimmetrikus csaták. Én úgy vettem észre egyébként, ez a saját tapasztalatom, de hogyha ti másképp vettétek ezt, akkor nyugodtan szóljatok, hogy elég jól lehet vele farmolni pénzt is, meg XP-t is. Ja, hogy sok bot jön, igaz, hogy a botok nem adnak annyit, de hogyha jó sokat sebzel, akkor viszont nagyon durván tudja adni a lovettát. Néma csend és hullaszak. Hát én most itt akkor körbe megyek a... Gyere! Nem tudok kattintani a minimapra, basszus, azt mondja, hogy... Kontrollal. Kontroll egér. Nem, hiába kattintok oda. Uh-huh. Még egyszer kattintok, kontroll. Jó. Oké. Na, én arra felé megyek egyébként, a pont amerre kattintottál. Akkor ne arra menjek? De arra, mert te vagy az én szemem. És vagyok olyan segítőkész, és... Szóval most inkább torpedózni fogok, nem lövöldözni. Hát én is, az nem baj. Csak nekem ugye kell ez... Kéne a másik izének ott a D6 környékén, vagy a többinél, hogy lássunk is valamit. Azt az első izét, első disztrót kéne valahogy kilőni, az egy fontosabb darab. De egy disztró van, ahol ott, akkor sima liba lesz itt, olyan izék lesznek, hogy ihalja, csuhalja. Nem csak. Akkor le se kell nagyjából merülnöm. Kivel kell? Kivel kell törölni a pinget? Én erre jöttem rá. És van egy hordozónk? Ugyan egy hordozó? Nincs. De. Ja, ellenségnek, igen. Ellenségnek van. Az mondjuk egy kicsit problematikás, de nem baj. Hol vannak ezek? Most értem, először bekapcsolom a mapon a majd szerintem. Légből láthatóságot. Hú, képzeljétek, volt egy olyan meccs, hogy konkrétan hogy 6 vagy 7 disztró volt bent, ment az ellenségnél, és így mindenki most a jelen térkép szerint az A1 felől jött, én meg ugyanebben a pozícióban voltam, és kikaptam basszus egy csomó ízi disztrót. Imádnivaló volt. Ó. Jó van, már szeditek, akkor mindegy. Ott a disztró. Volt a disztró. Hol van az ellenfél disztrója? Az elment. Ott van. Hoppá! Az egy Citadella szevasz volt. Basszus! A disztrót lövöm én torpival. Elméletileg. Igen. Á, és elmegy mellette, ne! De! Jó, megvan. Ne!
Jézus! Basszus, ki manőverezte? Szentélyét neki. Lövjétek meg ezt a disztót. Hát, jó, én lövöm. Az a baj. Azaz megvan. A disztróra megy elméletileg a torpi. Pizsamás lőd már ki majd. Mi? Mi a screamer, bocs. Pizsamás. Ez másik. Köszönöm. Na? De miért nem lövött? Pazd meg! Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, öregem. Ezt nem hiszem el. Ez rohadt jó kiszedted. Na jó, a DD-t azt majd ti szedjétek ki, jó? Jó, meghalt. Én megyek a... Itt szedjem ki, egy vicces. A War of Distro. Akkor arra rámegyünk. Jaj, a Giuliano az, az megállt, jó. Azaz. A Arizonát bevédeni. Nem ez egyszerű feladat. Nem nehéz, mert most már csak kb. Lassan csatahajók vannak, azokat meg könnyen. Ne már, és miért megy el a csatahajó mellette? Hát na jó van, ezt én már kezdem nem érteni. Miért nem? Mi az, hogy ó, az baj? Az baj? Ülj, hogy itt ennyien vannak. Basz meg! Ujjjjj! De jó, ha? Na végre! Ó, de jó! Pingemet kiszedték! Jó, az legalább jó lett. Basszus kulcs! Ne! Basszus. Ne. Jó. Rímás elmész a hadból. Basszus, mi? Bá, de mi? Hát lent voltam. Az nem számít. Fészségi bomba. Hát de nem voltam detektálva se. Az nem számít. Ha ledobta a bombát, már pedig ő tudja, hogy hol leszel. De kanyarogtam egyébként. Szia Fanni! Szia Karcsi, egyébként nem vagyok egyedül. Itt vannak. Itt van Primás is, meg Pikorokko is. Csak én meghaltam. Igen, mélységi depth charge ölt meg, igen. Csak hát... Nem erre számítottam, na mindegy. Az szép. Ezen a Renown... ezen van torpedó? Nincs. De van. És hogy mondod. Csak kérdezem. Ja, van, hátrafelé. Hátrafelé? Hát mindig hátrafelé, igen. Aha.
Arrafelé egyedül leszel nagyjából. Tudom. Hát csak... Ez az Iron Duke-ot kiszeded? Yeah. Szupi Fanny, köszi, köszi. Hát most épp csata közben vagyunk, úgyhogy majd jelentkezünk. Ó. Csak ezért nem kellett volna. Azok, hey. Azok nem pattantak amúgy? Gyönyörű. Milyen szépen égett amúgy. Javítani tudsz? Nem. Még nem. És 700. Hát, az szép. Tényleg primás neked, milyen sűrűn jönnek a torpedók? Oh. Hát, 1 perc 17. Így. Az egyébként jó, mert az a Colbert, meg az Iron Duke is ott középen akar majd bejönni. És én eltaláltam a 5-ös hajót, és konkrétan lepattantam. Hát rossz szögbe volt. Na, hájve. Ici, ici, ici. Mögé. Na, belement. Olyan. Na, egy. Azért. Ó, ügyes, ügyes, jaj! Ügyes. Azért spottolt be középen az Iron Duke-ot, ami jön középen. Menj vissza, jobb felé. Pizsi. Pizsi? Primás, bocsánat. Ugye, ugye. Bocsánat. Arra ne engedj ki torpedót, felesleges. Nem engedek ki torpedót, fordulok vissza, csak az a baj, hogy rátnak a lepcsik. Ott az Iron Duke-ot már célozhatod is. Hát mondjuk ez ki fogja lőni, Henrik. Nem hiszem, mert nem hal meg még mindig. Hány szó kell még értelmem. Na most küldheted rá szerintem torpit. Ja, várjál még. Most. Hadd menjen. Belement a szigetbe? Mennyi a... A torpedó távod amúgy. Yeah. 8 kilométer, tehát messzebbre torpedózok, mint amennyire a fő gunok. Aha. Érnek. Ott valami. Nagyon jó. Na és akkor indíthatod a torpedókat oda bentre, szerintem. Aha, igen. Ah, de már lőheted is. Még van egy fullos csata, amelyik? Igen. Szerintem össze kéne jönni grubba. Fanny, nem rosszak egyébként az olasz DD-k, teszem hozzá. Legalábbis nekem nagyon pozitív tapasztalataim voltak vele. Na, belopom. Pont nem. Nem. Hát van még egy hordozó, meg van egy csatahajó. Ott is van. Szerintem a primás tart egyenesen a szigetek között nyugodtan. Mi? Ó, oh. Toronyira. Kóborizék. Mik? Mi a felék? Torpedók. Mi? Hol? Ja! A sziget fölött. Nem vagyok.
Valahol itt lesz majd amúgy a hordozó, úgyhogy oda még el kéne menni. Hát vagy elmenni foglalni azért. Azt is lehet. Hát mondjuk... Nem biztos, hogy lesz rá idő. Hány torpedó talált be, Prímás? 4. És? Nekem 5. Nekem 1. Mondjuk úgy csak 23 ezeret sebeztem vele. Azt már lőheted is torpit rá. Ó, nincs több izé. Mit? Ja, feném. Füstölöm. Nem is kell, hát messze vagy, nem lát téged, nem? Hát most lát engem. De már nem? Igen, ez egy gáz, hogy nem tudok olyan messzire lőni, mint amennyire... De most ne is lőj, te most csak felderítesz. Messzebbről vagyok látható, mint amennyire messzire el tudok lőni. De nem baj, ez így most jó. Főleg, hogyha... Várjál, megnézem a torpikat. Gyorsan. Hát, elkapja. Jó lesz. Ezt nézd. 2-4 belement. Prímás. Hallod? Afa. Ez igen? Ez igen. Ilyen csapattársak kellenek a klánba. 13 ezeret leszettem róla. Jaj, aha. Valahol ott lesz. Nem ott egyébként az F4-be? A szigetnél? Na, ott egyenesen jön a repülő mindig. Ott van, mondom. Oh. Mondom, hogy ott van. Vigyázz, Peti, mert ott az a torpedó. Ja, jó, semmi. Ne, igen, pontokból lehoztuk. Vanyek. Nem baj. Hava kilövőd, még megadta volna azért az achievementet. Milyen achievementet? Hát, ahogy azért kilövöd, és mondjuk Devastating Strike. Voltam a legjobb. Hát jó, így. Így mondjuk könnyű. Yeah, szín. Jaj, tényleg a klán épületet kell majd fejleszteni. Nem tudom, mondtam-e már. Tégy úgy. A klán épületet kéne fejleszteni. Klán épületet? Szerintem. Mit? A klán épületet szerintem fejleszteni kéne. Hát az egyiket, igen, mert jó sok olajunk van. Na. Azt mondja, hogy van majdnem 10 000 olajunk. Azt mondja, hogy lehet a... vagy mi ez? Free XP-re adni? Várjál, megnézzük, hogy ez mit. Hát mondjuk 9-es és 10-es hajókra, hát az mondjuk az nem olyan nagyon nagy ötlet. Mondjuk csak 2500-ba kerül. Vagy... 1% plusz XP 7500 olajért. Hát akkor inkább az. Nem? Oké. Okay. Ja. És mi, várjál, mi volt itt még? Division, Star... Az mi? Klény. Ó, 1 000 000 kaptam. Hűha. Prímásom? Oké, okay, ja, rendben. Bocsánat. Rendben, Karcsi, megnézem igen a klipet igen mindenféleképpen. Na, fullos a csapat, majdnem fullos a csapat, mehetünk. New Dawn. Zerov, van egy... És egy hordozót kaptunk, az igen. Jaj, de jó. Jazsolt. Lehet, hogy ungar is-e. Ja, Zsolt. Hát? Hát Zsolt névvel mi más lenne? És megint ez a helyszín.
Most esik az eső. Egészen más. Hát nem sokkal. Ugye, most elmegyek akkor észak felé. Én attól én még délen maradok. Jó, hát jó, persze. Egyrészt felfedezek itt a Fanninak. Fanni, igen. És akkor megpróbálok nem meghalni közben. Kivételes módon. Mondjuk a szerepelőzők fogsz botani hamarabb. Orraskue? Jó neve van. Ó, van ott egy kicsi spot, nagyon jó. Körbe-körbe sok fajú. Remélem, hogy a DD nem erre jön. Akkor nekem reszeltek. Nem reszeltek, de hát na. Ott van, jó van, oké. Megnyugodtam. Au. Vagy. Königsberget, Fanny, ne bánsd, az az enyém. Legalábbis megpróbálom leszedni. Az orrába bele. Ah! Azaz. Azaz, tökély. Itt azért vannak közelbe. Jó. Fókusz. Itt rövid csata lesz. Azt ne lőd, azon megy, arra mennek a torpik. Jó van, szét fog darálni meg kigyújt, úgyhogy nem érdekel. Ne érts félre. Jó van, de meg lesz azért. Oké. És passzás! Jó. Mondtam, hogy kigyújt, úgyhogy lelövöm, nem izgat. Na kire fókuszáljunk, de Fringer? Visszatetnétek el végül ezt a DD-t, amúgy hozzád leszem. Hát én azt felejtsd el, hogy ezt kitől. Hozok füstöt, Piko. Na csak rád vonatkozik az a füst, úgyhogy tök mindegy. Ne, és ez bent van egy hajó mögött. Fingot követ. Basszus. Ubottál ezt a két csatajot nyugodtan megrohamozhatnád. Ki? Két kilométerre vesznek észre, úgyhogy közelebb mehetnél nyugodtan. Hát nem, mert 5,7. Jó, akkor is közelebb mehetsz. Torpedoes,
Azaz. Már is intézem a másikat. Az a baj. Ja, így. Jó. Jó, megy a Deathlingerre. Egy adag. Meg megy mindjárt egy második adag. Bár úgy látom, hogy ejjjj. Jó. Annyi, hogyha hallod, akkor a Deathlingert nem feltétlenül kell kiszedni, mert mennek rá a torpik. Igen? Igen. Nem igazán halt bele. Hát, és jó, oké. Nem állj, és leszedte magáról azért. Ne! Passzus! Ah! Jó, akkor mindegy. Mi az mi? Hol? Hoppa. Kaisert, azt megpróbálom elkapni. Hű, ez ennyire közel van. Miért szedte le? Nem már, de most miért nem oda megy a... Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ezt nagyon nem hiszem el. Bántani fog. Bazd meg, és kiszedi előlem. Vagyis lehátul kempesz, mit vársz? Hát jó, de ebben nem tudok más csinálni. De hogy nem? Hát te... megkerüld azt úgy oldalba. Na jó. Szerinted befordul az ide? Mutatja minket. Én kilőjem rá a torpit egyáltalán. Kilőm. Én kilőttem. Megyek a Kaiserre akkor. De miért szedi le a pinget? Hogy tudja magáról leszedni? Megjavítja. Ennyiszer? Ennyiszer nem? Azt mondja a sonar, ping was cleared. Hogy? Azért megjavítja, hogy utána 30 szekig még él a javítás, és akkor hiába lősz rá újat, akkor is leszedi automatikusan. Az anyád... Valabb egybe talált. Basz meg! Jó? Az baj. Körbe lövi. Ki kéne lenni ezt a Britányt. A DD-vel kezd már lőni a Britányt gyújtani még. De ez hova megy? Sokan odáig.
Na. Ez... Miért arra megynek a torpedóim? Az meg... Hát ez te... ilyen nincs a világon. Hát ez, te... ez a nagyjából hihetetlen kategória. Így van, azon vagyok. Azt a főnixet, ezt ki kéne sütni gyerekek onnan, 2000 HP-n. DD-vel kezd előni. Nem érek el odáig. Tehát ahogy hívják ott a BB-t alig érem el, sőt most már nem is érem el a BB-t se. Jó, akkor ha nem lő téged a... Jó, kiszedtem, akkor most már lőheted a Kaisert. Én azt lövöm. Nem neked szólt, hanem Grimásnak. Tudom. Ha van füstöd, akkor tord be és kezd el lőni. Nincs. Mi volt ez a torpedó? Én. Hát ez nem volt torpedó, hát ez... meg se sebezted. Mi lehet? Ne hülyeskedjél már. Hát ez már sebzés volt rá. Mi az nálad késik a izé, vagy mi? Nem, és te 2000-et sebezti rá van torpedóval. Ott lesz még a izé, másik hajó. Tudom. Jó. Figyelj, eddig 57 ezeren van, úgyhogy... Bocsi. Egyelőre ennyit tudok ebben csinálni. Merről jött az? Nagyjából a lövés. Aha. Jó. 140 kell fanni. Oké. Okay. Engem spottolt, úgyhogy itt van velem szembe. Itt valahol. A sziget mögött. Ó, a szentét. Van. Jó. Akkor még jó, hogy nem indítottam el a torpedókat arra, a másik irányba. Jó. Nekem nagyon-nagyon-nagyon messze van még. Nekem is sajnos. De nem sokáig. Na és ki fogja lőni? Na, ne lőd ki! Hadd legyen az enyém. Nem, meghallják, ha szeretnéd. Az meg is megfordul. Hát így nem fogják eltalálni a torpedók, az biztos. De még lehet. Na, nem áll. Ej, ez a szaraba. Na mindegy, azért 50 000, 57 000 összejött. Így is. Egyébként igen, ezek a torpedók valahogy nem akarnak nagyot sebezni. Nincs erre valami kapitányi pont? De van. Torpedó sebzés? Na várjál, itt azt mondja, hogy 30% plusz floating. Azt mondja, hogy... Igen. Legartó sorban van. Balról a második. Torpedo damage. Hú, jó, oké. Jó, hát az még nagyon odébb van nekem. Azt még kérem, nagyon odébb van. Na, egyet legalább fejlődött a hajóm is. Na, tök körjel. Tök király. Jó, tényleg be tudom tenni végre ide. Ezt... Ja, ready-be nem lehet betenni. Jó, ezt betesszük, így. Pillanat. Erre lehet zászlót tenni? Lehet zászlót tenni. Ja. Na, ez igen. Lesz bőven zászló. Ez mi? A sebesség.
Fanny, rád várunk, már csak te hiányzol, hogy retizzél, és akkor utána tudunk is menni egyből. Ez miért jó? Ja, consumables. Hát, a hetesbe jöhetsz nyugodtan. Hatos hetesbe nyugodtan jöhetsz. Én nem tudom, én most tenger alatt járózok, úgyhogy... De van, csak... Hát értem, Fanny, csak most... Én nem tudok nagyobban jönni, mert a tenger alatt járom az ilyen. Majd idővel... Várjál, megnézem, mennyi XP kell még hozzá. Alig 130 ezer, úgyhogy talán ma este ki tudjuk pörgetni. Hát jó. Akkor mi legyen? Jössz velünk, ilyen low tierbe, 6-os 7-esbe, vagy... Nem tudom, hogy tudsz-e esetleg egy így 8-asba jönni. Tudsz? Tudsz. Hát akkor... Akkor megyünk is. Várjál, nem tudsz, nem jó. Egy tier különbség lehet, úgyhogy 7-essel tudsz csak jönni. Vagy 6-ossal. De én nem tudok 7-essel jönni, mert a tengeralattjáromhoz 6-os, és a primásnak is csak 6-osa van. Úgyhogy nekem 6-os a legnagyobb sajnos. Így van. Hát Fanny, el kell dönteni akkor, hogy most akkor 6-os 7-esbe jössz velünk, vagy nem, nem jössz velünk. Hát most erre nem tudok mit mondani. Addig körbenézzük. Oksi. Köszönjük szépen, hogy velünk jöttél. Köszi. És legközelebb is majd várunk. Majd Operationsbe ott is ez van sajnos. Hogy csak egy tier különbség lehet az izébe. A Divisionbe. Ez az érdekes, mert nem egyszer volt olyan, hogy Operationsben 8-asokkal mentem úgy, hogy 6-os voltam. Hát jó, de nem egy Divisionbe voltál velük? Ja. Bezony, ez itt a trükk. Ó, és van két DD, és mivel nálunk van az egyik DD, ezért szerintem Oli fucken lesz. Na, tessék. Na, tudsz. Hát Fanny, nagyon sajnálom, ez nálunk ilyen. Nem minden nap játszunk. Primásnak nincsen hetese. Még csak most kezdte el a játékot, úgyhogy... Én vagyok ilyen noob. Elnézést kérek. Szerintem... A 6-os is úgy kellett külön megvennem itt még az egyetlen egy 6-os hajón volt, eddig csak a Trento. Mutatom Primásnak. Itt van SCH Primás a neve. De szerintem, hogyha veszel neki hajót, avval nem érsz el semmi jót. Tehát attól még... Szerintem az a jó, hogyha valaki saját erőből szerzi meg a dolgokat. Á, és fölment a dive capacity. Értem Fanny, csak akkor viszont a fejlődést fogjuk vissza így, tehát hogy így most hiába adsz egy kezdőjátékosnak jó hajót, hogyha nem tudja használni. Most bocsánat Primás, hogy ilyet mondok, de érted, tehát azért nem hiába van így fölépítve a játék. Most megyünk át a mi oldalunkra? Vagy a másik oldalra? Hát...
csatája vagyok, a másik kettővel fogok együtt tolni, ti garazdálkodhatok itt. Hát jó, csak én meg egyedül itt spot nélkül. Mi az Isten csinálják? Magad megspotolsz. Hát jó, igen, egy ideig. Engem már spotoltak, szóval valahol itt vannak. Igen, már vannak. Jó, akkor én a Tigerre rámegyek. Ja nem, mert az meg sziget mögött van. És nagyon bemegy a sziget mögé. Be fog menni lefelé. Adj neki. Ott van, passzus. Au. Na. Shit. Oké. Okay. Spottolok. Valamennyire. Na, legalább egy torpedó szedje már ki ezt a vackot. Jó, oké. Na. Hoppa. Causing flood. Oké. Okay. Shit. Ne aggódj. Rámenjek azokra én is? Rámegyek, jó? Ne aggódj. Valak el lohasztani kedvem, de itt a túloldalt kicsit jönnek. Én értem. Ne, már is kiszedi a pinget. Jó, akkor ott van a másik, arra menj rá. Bazd meg. Ne. Nem akkor vízi gondolj. Ja, tudom. Nem az a bajom. Hogy itt van az a szakadék ezért. DD is. Most ő melyikre megy rá? Remélem arra. Aha. Oké. Okay. Jó, az jó lesz. Jéj! Menj bele, léci! De mi, hova mennek? Hát, atya úristen, hát tényleg. Hát minek? Hát minek pingelem én a hajót? Hát komolyan mondom, nem értem. Primát kezd el lőni az Iron Duke-ot, ha előszere gyújts ki. Érted? Piszok messze van, nem érek el odáig. Jó, jó, nem baj, gyere közelebb, kezd el lőni. Meg jön a Tiger, azt meg tud torpedózni? Purple nem, mert hátul van. Azt meg is kiszedi azért. Azért sziget mögött van, de mindjárt. Igen, igen, de ha kijön, akkor szed lőt. Na jó. Így van, te 10.000 vagy felsz van. Tudod lőni, Prim? Jó, messze vagy. Kösz, kösz. És látszik a térképen azért a... De jó... Hol tart a torpedó? De jó, hát azt nem is tudtam.
Az meg. Nem hiszem, hogy aztán hoztam tanulat kilőni. Na, most vagyunk kicsit bajba. Jöjjek át. Itt az ott hátul az a... Az a, az a lőjél inkább, azt mondom. Az ott mit csinál? Hop, 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 ott a DD lőtt ki, primás. Ja. Füstés lőtt, füstés lőtt. Á, hülyeség volt. De miért nem... Ezek a torpedók hülyék. Ezek a torpedók totál hülyék. Nem? Nem teljesen. Jó, az jó, az jó. Talán elkapja. Jó. Az ott mit csinál? Bemegy a sziget mögé, az engem mondjuk nem zavar. A gangútra ráengedem a torpedókat. Mhm. Én hátra fölöm megy. És nem, előre indult. Nem. Az meg. Azaz, azaz, azaz. Ne, és megjavítja! Nem baj, de kap. Ez az. Az a baj. Fordul vissza. Kapjátok el, pici torpedók! Kapjátok el! Azaz, az jó lesz. Mi az, hogy detektív? Ja, persze, hogy detektív, jó. De nem baj. Oké. Okay. Mennyi van az izébe? Érsz ide, úgyhogy... Tessék? Nem érsz ide. Jó. Akkor mindegy. A Sharnhorst-nak a másodlagosa lesz ezek. Na ez már egy jobb kör volt nekem, basszus kulcs. És már azért 80 ezer sikerült beletolni. Ti hol tartatok? 70 ezer. Én fogtam a sebzést, nem adtam. Hát ahhoz képest egészen jól, jól vagy. Hát meg összeilletem magam. Ugye az a Queen Elizabeth, ez iszonyatosan pontatlan. Hát azaz. De már csak 5000 XP-vel magasabb szint, szóval már kihúzom. Ha nem lövitek ki, akkor megyek foglalni. Na. Mondtam, hogy megyek foglalni. Na. Az mondom, hogy a botok azok általában rettentően pontatlanak, de amikor egy DD-t kell eltalálni, tehát én ott akkor így szlalomozhatok jobbra-balra, mindig betalálnak. Hát azért nem. Na nézzük, mit kapunk. Szeret! Yeah!
Hát Fanni, én nem biztos, hogy megkérdezem ezt most Pétertől, hogy milyen hajót szeretne. Na? Várja, ugye megnézem, hogy... Mármint, hogy milyen prémiumot szeretnél, 8-ast vagy 7-est, mert akkor Fanni tud jönni 8-assal. Ja. Egy pillanat türelmet kérek. Nyolcas vagy hetes prémium? Hát, hetes vagy nyolcas, jajaja. Várjál, milyen... Nem tudom, milyen ágban gondolkozol. De mondjuk van ott egy jó Róma. Azt nézem, hogy van esetleg egy... Na, München. Mi? München. Igen. Micsoda, amint el, sőt, ne indítsátok el a csatát. Nem értem. Hát csak ugye az a baj, hogy Petinek be kell lépnie ez a, ugye a Wargaming-es fiókba, és ott el kell fogadnia. Én meg Steamről vagyok itt. Hát jó, de attól még... Ja. Nekem van Wargaming-es fiókom, csak nem tudom, hogy ezt most akkor itt így... Szerintem ezt most ne erőltessük annyira, de ez most tényleg... Legalábbis egy csatát még menjünk így, aztán utána meglátjuk. Nézd, még azt meg tudom csinálni, hogy a Trentót Zarára föl csűrjük, és akkor most még menjünk egy csatát, és akkor a Trentóval jövök, azzal még szerzek egy jó nagy adag XP-t, és akkor utána a free XP-met felhasználva, akkor fölmegyek a hetes izére. Zarára? Jó, Zarára. Hát lehet azt is, persze. No, akkor... Primásra redizd egyet a Trentóval, és akkor így. De miért Fanni, miért baj az, hogyha valaki Steam-es profillal jön? Hát nincs valami semmi baj. Hát azt mondtátok, hogy Steam-es profillal jöjjek, hát... Hát igazából... Bármilyen ne jöhetsz, tehát hogy most nincs ilyen megkötés. Csak az egy öngúl, miért öngúl az? De nem az volt, hogy Steam-mel jöjjek, azért jöttem, mert annak idején azzal indultunk, hogy úgy tudunk együtt játszani. Ja, az anélkül is tudunk együtt mert játszani. Mert az nem működik, hogy ha Steam-en azért csapatolunk, akkor nem, tehát olyan, hogy Steam-es meg Wargaming-es együtt játszik, az nem megy. De, működik. Ó, 4DD, atya úristen. Az jó lesz. Akkor viszont lehet, hogy... Á, mindegy. Szerintem ne komplikáljuk a dolgot feleslegesen. Ah, még mindig ez gyere a... Gyere velem a Primás a Trentóval, maradj mellettem. Akkor viszont én meg átmegyek a másik oldalra. Így megyünk így keresztbe, jó? Én is arra gondoltam menni. Akkor maradjak itt? Ahogy jónak látodsz. Figyelj, akkor tartom ezt a flanket én. A lényeg az, hogy a Primás maradjon velem, és akkor nem őt fogják fókuszolni. Ja. Nekem meg tud segíteni, mert a kis cruisereket le tudja gyorsan dalálni, hogy a DD-ket közelemben marad. Halló? Meg vagy te pingelve? Puty. Egyébként az a titok egyébként ebben, hogy ellövöd a torpedókat, és nem azonnal pingezt, hanem csak amikor majd a közelébe érnek a torpedók. Ha szerencséd van. Előre meg is pingelheted, hogy elhasználja a javítókészletét, megpingelsz 4-5-5, az elhasználja a javítókészletét, vesz egy kicsit, azt utána biztos, hogy benne marad. Ó, és a C-nél biztos, hogy disztró van, de rohadt jó.
mert már ott van. Hát oda én még el nem lövök. Várj, akkor csak így random lövöldözök hátha. Hú, tehát én sok disztró van. Én úgy érzem. Hát igen. Jó, ez eddig jó. Aha. A Königsberg az nagy probléma lesz. Micsoda? Königsberg. Miért? Mert gyorsan lőm is sokat. Hey. Rossz felé mennek a torpék. Más majd a Königsberget előttünk őket. Őket jövő az alnál, jó? Én is fordulok hátra. Mász meg! Új, az ott van. Jaj, de jó lenne azt elkapni ezt a DD-t, de az már igen, földön túl van. Van egy DD is, itt úgy készül. Valahol itt lesz egy DD, Rímás. Nyer. Csak mondom, ne lepődj. Ha elkezdenének meg egy isten téged lőni, akkor nyugodtan fustálj. Hova fordulsz te? Hopp, ott a DD, tessék. Na! Még elszarom itt a dolgot. Vigyázz, takadó. Na, ezt javítsd meg, ha tudod. Aj, aj. A turbót. De nem. Ott a DD, ez lőjött primás. Oké. És bazd meg is elmegy a... Hey, már, hát ez... Gyere majd be, primás, így. Utánam, gyere be. Igyekszem, de per pillanat fossá lőnek. Tudom, azért. Majd ha leesett a fókusz valad. Ugye én fogunk kapni a Königsberg-től. Ha elmegy a ködbe azért, akkor a másik hajó, akkor lejön a torpedó követés. Nem tudom. Nem hiszem. Nekem nagyon úgy tűnt. Inkább csak javított. Nem. Ó, genyom. Bement a ködbe. Azaz. Az meg is javított egyet, ezt nem hiszem el. Hát mennyi javított? Torpedózott. Ennyi. Elbasztam. Így visszafelé vonul primás az alsoron. Ez meg, ez meg. Rohadt élet. Königsberg az ledarált, ennyi volt. Ez a hajó a DD-k ellen nem jó, ez biztos. No. Végig néztem, hogy lelőnek. Kimozogni se tudom őket, tehát így... Menj már bele! Hát amúgy is a Königsberg túl gyorsan lő, szóval az öntözik. Baszd meg! Baszd meg! Ennyire béna volnék, hogy mi a szar?
Ürixberg messzebbre lő, mint én. Hát értem, hogy túl messziről torpedózok, csak ott van az a két destroyer, és már is fel vagyok fedezve. Tehát, hogy így tök jó, én értem, csak akkor mondja meg valaki, hogy mi a tuti. Bazd meg. Hát ez így tök fasza. Na, légre valami. Közben belemegyik a földbe. Bazd meg! Hát... most nem remekeltem túl sokat. Na. Mennyi jött egyébként? Ebből. Whoops. Tudod mit? Tudod mit? Na jó, hát akkor mennyi lesz ez? Hmm. 30 ezer free XP. 38 ezer, bocsánat. Melyik van, meg ez inkább. Aha, és ez mennyi? Jó, oké. Akkor most egy kicsit átváltok erre, hogy legyen sikerélmény is. Oké. Oké, mondom. Még egyszer nem hallottam. Mondom, oké. Jöhet szóba, ha gondolod. Én? Nem, hát nekem csak 6-os van. Na, megvan a 7-es. Na, szopi. Tudom, igen, le kell menni periszkópra, csak az a baj, hogy... amire figyelek, az a baj, hogy máshonnan vesznek észre. És mire észreveszem azt, hogy másik oldalról is jönnek, kevésbé figyelem ilyenkor, amikor próbálom kitaktikázni, hogy most mi az atya úristen csinál az ellenfél. Közben észrevesznek, és már küldik is a repülőket. Na, primás. Pillanat. Hát... Menjél. Egy... kettő... három... Na, mehetünk. És mi mindig csak hárban vagyunk? Most hívom Fannit. Jó az arra, ne szedd ki. Jó, csak még főszerelgetem itt. Akkor viszont? Nem, jó ez. Mennyi a secondary mit? 9,5, jó van, jó lesz ez. Lehet 8-ast hozni mellétek. Lehet 8-ast hozni, bizony. Ja, megnézem azért.
ökobónuszokat, hát ha van jobb. Na, nyomjunk egy ilyet. Ja, nem válja. Ezt megtartjuk prém hajóra. Na most miért nem tudok redizni? Miért nem tudok redizni? Mert tudta. Túl sok a bébé. Jó, akkor megy jövök Yorkkal. Jó, gyere izébe. Gyere izébe, én meghozok akkor hetes cikkel, gyere bébébe. Jó. Go! Ah, na erre most végre kíváncsi vagyok. Igen, igen, közben rájöttem. Én is. Akkor viszont egy izét kapunk, majd egy disztult magunk mellé. Vagy egy... Jó. Hát végül is ez se rossz.